Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Eredményesen pályázott a József Attila Könyvtár és Múzeum. A pedagógiai szakszolgálat és a katolikus általános iskola pedagógusait jutalmazták. Fergeteges hangulata a Bogdán Norbert zenekar koncertjén. Festmények restaurálására, évkönyv kiadására, valamint kiállításokra is nyert többek között támogatást a József Attila Városi Könyvtár. Több mint 1,5 millió forintot ítélt oda a közintézménynek a Nemzeti Kulturális Alap. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6 pályázatot nyújtott be a közelmúltban a Nemzeti Kulturális Alap közgyűjteményi kollégiumához, amelyből 4 projekt támogatásban részesült. Többek között ilyen Barcsai Jenő Kék Egűtáj című festményének restaurálása. Ezt a festményt 2015-ben a Városháza egyik raktárából lehettük meg, vagy találtuk meg, fedeztük fel újra, mert egy kicsit elfeledkeztünk róla, hogy a nagy Barcsai fiatalkorából, a kezdőkorából 2 gyönyörű festménnyel rendelkezik a város, illetve most már a múzeumunk. A hosszú évek során, évtizedek során elszennyeződött, és emiatt, hogy ki tudjuk állítani a nagy közönség elé, restaurálási feladat áll előttünk, úgyhogy mindenképpen ezt a Barcsai képet adtuk be egyik pályázatunk, és hát támogatást nyertünk. Brútyó Mária képrestaurátor, aki tulajdonképpen makói születésű. Marika nagyon sok festményt a múzeumunk részére restaurált, és hát mivel makói, jó kapcsolatot ápolunk. Továbbá 350 000 forintot nyert az intézmény a József Attila Múzeum 3. évkönyvének kiadására. Mint kiderült, 2017-ben indították el az új periódikát, a múzeumi évkönyv sorozatot. Eddig 2 kötet jelent meg, az egyik a Híres makaiak, az emlékévhez kapcsolódóan, a másik pedig a 90 éves Tóth Ferenc egykori múzeumigazgató tiszteletére szerkesztődött. A 3. kötet a néprajzosok makói találkozójának előadásait hivatott egybegyűjteni. Mindezek mellett az új Makovec könyvtár programjai is támogatottak lesznek. Minősített könyvtári címre pályázunk, és ezt a címet csak akkor érhetjük el, hogyha előtte bizonyos képzéseket, vagy bizonyos programokat, eseményeket, klubokat, rendezvényeket szervezünk az intézményünkbe. Ennek a felkészülési időszakát fogja támogatni ez a pályázat tulajdonképpen. Néhány kollega el tud menni képzésre, néhány új klubot, néhány új rendezvényt tudunk ebből a támogatásból megszervezni, hogy később akkor a minősített címetre indulhassunk. A 4. projekt keretében pedig mintegy 295 000 forinttal támogatja a Nemzeti Kulturális Alap a Kisvárosi Ikonok Makói Életképek a Homonnai Fényképész Család Szemével című kiállítás megrendezését és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetését. Ebben az évben a múzeumok éjszakáján kerül bemutatásra a makói Homonnai Fényképész Család hagyatékából a múzeumba került egykori eszközei és az üvegnegatív gyűjteményéből összeállított kiállítás és katalógus. Ebben a munkában a Makói Fotóbarátok Egyesületének tagjai Szűcs Tibor és Szabó Magdolna homonnai kutatók segítenek. Múlt hét pénteken újabb intézmények dolgozói részesültek elismerésben a pedagógus nap alkalmából. Délelőtt a Csongrád megyei pedagógiai szakszolgálat makói dolgozóit, míg délután a makói katolikus általános iskola és óvoda pedagógusait és tanárait köszöntötte a városvezetés és a Makó város fejlődéséért közalapítvány. Évek óta hagyománynak számít már, hogy június első heteiben a pedagógus nap apropójából a városiskoláiban, óvodáiban és egyéb oktatási intézményeiben tanító tanárok, óvónők és segítő szakemberek munkáját ismerik el és díjazzák. Pénteken a pedagógiai szakszolgálat városi tagintézményébe látogatott el Cirbus Gábor alpolgármester és Urbancsok Zsolt, a Makóváros fejlődésért közalapítvány kuratóriumi tagja. A 2 díjazottat a tagintézmény vezető méltatta az átadás előtt, évtizedek óta tartó, kimagaslóan eredményes szakmai munkájukért részesültek az elismerésben. Nagyon meglepődtem és nagyon meghatódtam, és azt gondolom, hogy én nagyon köszönöm a kollégáimnak, a vezetőimnek, mert azt gondolom, hogy egy szuper jó közösségbe tartozom, és ezért ez mindennél fontosabb, és azt gondolom, hogy én csak köszönettel tartozom nekik.
Én nagyon örülök neki, és el kell mondjam, hogy ragyogó a közösségünk, és csak ilyen ragyogó közösségben lehet ragyogni nekünk is. Délután folyamán a makói katolikus általános iskola és óvoda munkaközösségét kereste fel Farkas Éva Erzsébet polgármester. Itt a 2017-18-as tanévben Nagy Mária igazgató 4 szakembert javasolt az alapítványnak, ők több évtizedes pedagógiai munkájukkal érdemelték ki a díjat. 35 éve tanítok itt Makón, és egy évet Békés Csabán kezdtünk a 2. számú sportiskolában, és hát nekem volt olimpikon tanítványom is, az Ónódi Eszter, aki szekrényugrásból aranyérmet nyert az olimpián. Harmadik ilyen elismerést kapom, és nagyon örülök neki, mert 27 éve dolgozom itt Makón, ahogy férjhez mentem, utána jöttem ide, és aztán kezdtem el itt tanítani a Bajzába, aztán utána itt, és azóta itt is vagyok a Kertváros, illetve most már a makói katolikus általános iskolába. Előtte pedig én is Békés Csabán tanítottam, mint ahogy Éva, csak én kicsit hosszabb ideig. 35 éve vagyok most a pályán, de minden nap ajándék, még mindig nagyon szeretem, amit csinálok, úgyhogy nekünk ez nem munka, hanem minden nap élmény és jutalom. Összességében mintegy 6 millió forintból díjazták idén a város legkiemelkedőbb pedagógusait. Az igazgatók és a nevelőtestületek ajánlásai alapján 53-an kaptak elismerést a keretből, az utolsó átadóra pedig jövő héten kerül sor a Signumban. 3 osztály közel 70 végzőse búcsúzott a Kálvin téri református általános iskolától. A végzős fiatalok számára ez az ünnep egy korszak végét és egy új időszak, a továbbtanulás kezdetét jelentette. Az utolsó osztályfőnöki óra után a diákok körbe sétáltak az intézményben, így búcsúzva az ismerős termektől. A Kálvin téri református általános iskola végzősei egymás vállát fogva mentek át a templomba, ahol tovább folytatódott az ünnepség. Konrád Zoltán lelkész a bibliai alapige gondolataira hívta fel a ballaguk figyelmét. A bibliai alapigében is benne volt, hogy igyekezzenek a szívükön átszűrni mindent, jót is, rosszat is, mert a szívből indul ki az élet, és őrizzék meg a szívüket olyannak, amilyen most a szívük. Azért, hogy találják meg a helyüket minél hamarabb ebben a világban, és találják meg azt a helyet, ahova őket Isten szánta, és akkor egyszerűbb lesz az életük. Az ünnepi műsorra versekkel készültek a diákok, míg a tanárok egy dallal búcsúztak a végzősöktől. Almási Pál igazgató az elmúlt tanév benyomásai alapján fogalmazta meg gondolatait a ballagukról. Most egyetlen egy, de nagyon fontos gondolatot bontottam ki a gyerekek számára. Az, hogy ezek a gyerekek tényleg jók voltak a teljes 8 év alatt. Kedvesek, barátságosak, egymás iránt rendkívül toleránsak, segítőkészek, és az utolsó hetekre, napokra se bolondultak meg. A kiváló és kiemelkedő diákok tanulmányi eredményeit könyvjutalommal ismert el a tanári kar. Továbbá a hagyományokhoz híven idén is orosdíjban részesült a legsokoldalúbb diák, Bensót Ninett, aki meghatódott az elismeréstől és boldogan gondol vissza a 8 évre. Én rengeteg barátot gyűjtöttem, és nagyon szépen telt ez a 8 év. Nem, olyan kettős érzések töltenek el ilyenkor, mert szívesen itt maradnék a többiekkel, de ugyanakkor várom is az újat. A léggömbök magasba engedésének hagyománya még különlegesebbé tette a végzősök ballagását. Most pedig rendőrségi híreink következnek. Műszaki cikkeket, gázpalackot, aranyékszereket és ruhaneműket lopott egy makói férfi egy családi házból Csanád Albertin. A feltételezett elkövető 2018 tavaszán az ablak befeszítésével jutott be az ingatlanba. A makói nyomozók a bejelentéstől számított, néhány órán belül megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy 34 éves férfi gyanúsítható megalapozottan. Tőle a vagyontárgyak egy részét lefoglalták, majd visszaadták azt a tulajdonosnak. A gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett, ellene lopás miatt indult eljárás. A makói rendőrök a nyomozást a napokban befejezték, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek továbbították.
A makói rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgattak ki egy helybeli nőt, aki egy talált bankkártyával fizette kiadásait. A 49 éves asszony megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2018. június 16-án késő délután egy makói pizzériában a földön talált egy bankkártyát, amit magához vett, majd a kód nélküli funkciójával kifizette a vacsoráját. A nő később ugyanígy szeszes italt, cigarettát, chipset és konzerveket vásárolt több üzletben. A kapitányság nyomozói a gyanúsított személyazonosságát 5 órán belül megállapították, majd az asszonyt kihallgatták, melynek során a bűncselekmény elkövetését beismerte. Ellene információs rendszer felhasználásával elkövetett, csalásbüntet elkövetése miatt indult eljárás. A Nagylak határrendészeti kirendeltség járőrei 2018. június 18-án reggel 7 órakor 5 illegális migránst fogtak el Apátfalva belterületén. A migránsok magukat vietnámi állampolgárnak vallották, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a kirendeltségre előállították őket. Pezsdítő nyári hangulatot varázsolt a Bogdán Norbert zenekar a hétvégén a zenepavilonban. A pop, a jazz, a világzene, valamint az autentikus roma és magyar népzene világát hozta el a banda a Marosparti városba. Szeretnélek megismerni a Bogdán Norbert zenekar egyedi dallamvilága a roma és a magyar folk, továbbá a balkáni, valamint a jazz és a pop zene elemeinek sajátos ötvözetére épül. Mint lovári, mind beás nyelven beszél és énekel is a magyar mellett Bogdán Norbert, aki nem csak a zenekar névadója, hanem énekese is. Nagyon szeretem a magyar népdalt, nekem az ölelt meg legelőször, és utána a roma népzene. És akkor utána bekerültem egy iskolába, ez a Schnittberger központ iskolája, ahol 4 évig tanultam, többek között a zenekartagok is, és ott nagyon-nagyon megtetszett nekem a jazz. Én előtte nem láttam még jazz, tehát nem tudtam, hogy milyen. És itt megöleltem, megtanultam, amennyire csak lehetett, és hát most így a zeném által a saját szerzeményeimeket, amiket én írok, meg tehát zenét, szöveget is, tehát mindent én szerzek, azok alapján így elkezdtem ezeket a harmóniákat beletenni, belecsöppenteni, és a zenekarok tagokkal is, tehát így van meg ez, így van egy kerek. A zenekar célja, hogy minél több emberhez eljussanak és megismerjék őket. A banda egyéni hangzásvilága, a dalok finom hangszerelése és egyre jobban csiszolt stílusuk összetéveszthetetlenné teszi őket. Az est folyamán többek között a Más öleli babám című népdal is felcsendült, azonban kicsit másként, mint a megszokott. A csapat frontembere kiegészítette a meglévő verszakot egy másikkal, és így azt a címet adta neki, hogy Szivaroztam. Ezt édesapámtól még olyan 12-13 éves lettem, mert édesapám az nagyon sokat foglalkozott a roma gyökerekkel, inkább így mondanám, a roma zenével, és így mindig ő is játszott ezeket a magyar népzenéket, mert ő ment, gyűjtögetett, különféle helyeken volt, táncot oktatott, roma kultúrát, magyar népzenét, táncot tanított, éneket, és ugye nekem is ez így rám ragadt, mert őnál hallottam először gitározni. A banda már közel 8 éve zenél együtt, azonban először léptek fel a Marosparti városban. A zenekar dobosa Siska Tamás makói gyökerekkel rendelkezik, így számára még különlegesebb volt a koncert. Most pedig lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Eredményesen pályázott a József Attila Könyvtár és Múzeum. A pedagógiai szakszolgálat és a katolikus általános iskola pedagógusai jutalmazták. Fergeteges hangulata a Bogdán Norbert zenekar koncertjén. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 16 perctől a Nóta délután a Hagymaházban című műsorunkat tekinthetik meg. 18 óra 36 perces kezdettel a Szomszédvár című turisztikai magazin tűztük műsorra.
19 órai kezdett el a Grill Fesztiválról készített összefoglalón következik, majd 19 óra 20 perckor a Kemencés Főzés Limarával című gasztronómiai műsorunkkal jelentkezünk. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!